Az előrejelzések szerint a következő napokban, hetekben is marad a tartós kánikula. Ennek valószínűleg azok örülnek, akik például itt a Velencei tópartján töltik a szabadságukat. A tartós hőségnek azonban negatív hatásai is vannak, ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben. Rengetegen választották a Velencei tópartját szerdán kora délután, hogy átvészeljék a hőséget. A hőmérő higanyszála bőven 30 fok fölé kúszott, így többen a vízben kerestek menedéket. Aki megunta a fürdést, egyből árnyékba húzódott, és hideg víz vagy sör társaságában pihent, a legkisebbek pedig fagyit nyaltak. Pórul járt, aki papucs nélkül közlekedett, hiszen a homok is felforrósodott, szinte égette a talpakat. Azt pedig már a gyerekek is tudják, hogy bőrüket védeniük kell az UV-sugárzás ellen. Lejövünk ide fürdeni, meg pihenni, meg hát fürdeni. Milyen a víz voltatok már idén? Hát sokat voltunk, hát nagyon jó a víz, most már sokkal melegebb, mint eddig volt. És láttam, már elő is kerültek a naptejek, miért fontos ez? Hát mert hogy le ne égjünk, mert ugye nagyon erős a UV-sugár, és hogy ne le égjünk. Van, aki szerint csak vízparton lehet átvészelni a kánikulát, ezért igyekszik minél több időt ott tölteni. Mennyire szeretitek, illetve hogy bírjátok ezt a nagy hőséget? Hát itt nagyon jól, itt lehet csak kibírni szerintem. Most eljöttünk hűsölni. Hogyan védekeztek egyébként a nap és a hőség ellen? Hát napteljel mindenféleképpen, illetve hát az árnyékba bevonulunk, hogyha már túlhevültünk a pernyő alatt, meg a vízbe. Lejövünk ide a strandra, Százhalombattáról jövünk, megfürdünk, pancsikázunk egy kicsit, hűsölünk, eszünk, iszunk, élvezzük a nyarat. Ezek szerint szeretik ezt a meleget? Hát mi elviseljük. Jobban szeretem a meleget, mint a hideget. Elviselhető részünkről, hát itt a tóvize szuper jól minden szerintem elviselhető. Hogyan védekeznek a hőség ellen? Milyen praktikákat alkalmaznak? Naptej, sok folyadékbevitel, gyümölcsök, ennyi. Kéz. Itt a strandon mi az, amit a legszívesebben fogyasztanak? Asvanvíz. A férfiak leginkább a hideg sört részesítik előnyben. Sok sörrel, rengeteg hideg üdítővel, meg hát ugye sokat bennenni a vízbe. Ennyi a lényege. De a sör legyen, az a lényeg. A vendéglátósoknak nem egyszerű a helyzetük. A parton rengeteg hűsítőt kell kiosztani. Mi az, amit a legjobban visznek ebben a melegben? Esténként inkább a koktélokat, napközben a kávét, a menü nagyon fogy, illetve a csapolcsöreink, búzasör, meccsör, ilyenek. Nagyjából ennyi. Tudnánk-e mondani számadatokat, hogy úgy miből nagyjából mennyi fogy, például a sörből, milyen sörünkkel cserélnetek a hordókat, mennyi fogy belőle? A hordókat, ha nagyon meleg van, 2-3 naponta, viszont koktélokból 20-30 biztos, hogy elfogy egy adott dologból. De hát összességében, hogyha az összes koktélt nézzük, akkor egy nem annyira nagyon meleg nap, szerintem kimegy 40-50. És az a hétköznap, a hétvége az sokkal durvább. Sörből? Sör, azok jobban fogynak. Hétköznap 100-150 pohár korsó kimegy. Hát a hétvégén ennek a duplája körülbelül. Általában a csapolcsör, amit nagyon-nagyon szívesen fogyasztanak a vendégeink, vagy a limonádé, abból is van többféle, azokat nagyon szeretik, hát a mentes víz az ugye standard, az mindenhol, üdítők, alkoholmentes koktélok, igazából ezek, amik így nagyon szívesen fogyasztanak a vásárlóink. Gondolom külön kérik, hogy extra hideg legyen. Igen, a jeget azt általában külön, a fröccsbe is általában most már odáig eljutottunk, hogy a fröccsbe is külön kérik a jeget, úgyhogy igen, nagyon hidegen mindenki. Az éttermek konyháiban is küzdenek a megnövekedett rendeléssel és a hőséggel. Víz, víz, hátán víz. Lángos, palacsinta, ez ami most a kurens cikk ebben a melegben. És ugye itt kint is nagyon meleg van, hát még ott bent. Körülbelül hány fok van ott bent a konyhán, és hogyan védekeznek? Hát mint a wellness hétvégét úgy játsszuk el, úgyhogy itt szauna van, úgyhogy ilyen 60 fokban állunk. Természetesen 4-5 liter folyadékot iszunk, fél óránként kimegyünk levegőt venni, úgyhogy időnként bemegyünk a hűtőkamrába 2-3 perce, és akkor lehűlünk egy másodperce, így tudunk védekezni csak.
Az emberek szervezetét is megterheli a tartós kánikula. Ilyenkor a mentősök jóval többet dolgoznak, balesetekhez, rosszulétekhez vonulnak. A több napon át tartó hőség az emberi szervezetet nagyon megterheli. A főbb jellemzői a kialvatlanság, fáradékonyság. Ezek ellen úgy tudunk védekezni, hogyha aki teheti, hűvös, árnyékos helyre húzódik, vízpartot választja, illetve a 3-4 liter folyadék pótlása a szervezetnek az nagyban segíti azt, hogy az emberek jobban bírják ezt a nagy hőséget, illetve a megfelelő ruházat kiválasztása, a jól szellőző ruházatra gondolok, illetve a bőrünket is nagyon fontos, hogy védjük az UVB sugárzás ellen. Ezt leginkább nagy faktorszámú napozókrémekkel tudjuk megtenni. Különösen felhívnám a figyelmet a kisgyermekek és az idős emberek védelmére. Náluk ez mind fokozatosabban kellene védenünk, tehát a folyadékra náluk is nagyon oda kell figyelni. Náluk is nagyon fontos, hogy déli időbe ne menjenek a napra, az árnyékos, légkondicionált helyre menjenek, amennyiben módjuk van rá. Ilyenkor ebben az időszakban a mentőhívások száma is megnő, pontosan ezért, mert nem vigyázunk magunkra kellően. Ilyenkor gyakran előfordul az ájulás, illetve hát a közúti balesetek száma emelkedik meg ilyenkor. Ezt mi okozza? Ezt legtöbbször az okozza, hogy az emberek nincsenek jól kipihenve, tehát éjszaka sem tudnak úgy aludni, ahogy máskor, és ez bizony nagyban befolyásolja azt, hogy több a baleset, illetve türelmetlenek, és ezért is van jóval nagyobb számban a közlekedési baleset. Ez a videó a Facebookon terjedt el kedden délután. Jól látszik, hogy az autó többször is áttér a másik sávba, és végül összeütközik egy kamionnal. A baleset Székesfehérvár és Zámoly között történt Zámoly térségében. A balesetben a kocsi sofőrje megsérült. A sofőr valószínűleg elaludt a volán mögött. Az autó az ütközés következtében az útmenti árokba csapódott, a kamion gázolajtartálya megsérült és az üzemanyag kifolyt. A műszaki mentés és a helyszínelés idején a forgalom félpályán haladt. A rendőrség szerint elkerülhetőek ezek az esetek, a legfontosabb a prevenció. Szinte teljesen eltűnt az Ikarusz busz eleje, akkor erővel csapódott be valószínűleg a Kadocsa utcára kanyarodó közszállító teherautó hátuljába szerdán délután. A 22-es helyi járat és a teherautó is a város irányába haladt akkor, amikor a baleset történt. A rendelkezésre álló adatok alapján egy helyi járatos autóbusz eddig tisztázatlan körülmények között nekiütközött egy tehergépjárműnek. A balesetben az autóbusz vezetője, valamint 4 utasa sérült meg. Kollégáim vizsgálják a baleset bekövetkezésének a körülményeit. A busz vezetőjét a tűzoltók vágták ki a roncsok közül, de nem csak ő sérült meg, hanem 4 utas is. A könnyebb sérültek horzsolásokkal úgymond megúszták a balesetet. A beszorult sérült lett a súlyos sérült, neki sajnos nyílt lábszártörés és medence sérülése lett. A buszt egy 49 éves férfi vezette, aki 10 éve dolgozik a közlekedési vállalatnál, és balesetmentesen levezetett, 500 000 kilométer van a háta mögött. Az elsődleges információink szerint a kanyarodó kamiont érte utol az autóbusz, így történhetett a baleset, de hát a vizsgálat még tart. A buszon összesen 8 utas ült a baleset pillanatában. A helyszínelés és a műszaki mentés idején a kereszteződés forgalmát rendőrök irányították. A baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja, de a nagy hőségben megnőhet a sofőrök reakcióideje, ami könnyen balesethez vezethet. Az egyenruhások szerint a legfontosabb a megelőzés. Tartósan meleg időben az autósok általában figyelmetlenebbek és sajnos türelmetlenebbek is a megszokottnál, éppen ezért sokkal több közúti közlekedési baleset is történik. A prevenció érdekében a legfontosabb a közúti közlekedési szabályok maradéktalan betartása, ezen belül is nagyon nagy szerepe van a megfelelő követési távolság, valamint a megfelelő sebesség alkalmazásának. Ezeken túlmenően fontos a folyadékbevitelre is kellő figyelmet fordítani, illetve javasoljuk
gondoljuk, hogy a gépjárművezetők többször és hosszabb időre álljanak meg pihenőt tartani. Ilyenkor milyen jellegű balesettel találkoznak a rendőrök leginkább? Leginkább az úgynevezett utoléréses közúti közlekedési balesetek a jellemzőek. Gyakran ezek csak anyagi káros kimenetelűek, de elkerülhető lenne, hogyha a megfelelő követési távolságot alkalmaznák a gépkocsi vezetők. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban is marad a meleg. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, a tűzőnap kerülése és az egymás iránti türelem. Így elkerülhetőek a hőség okozta balesetek. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Tartsanak velünk továbbra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!